a galád módon kirúgott taktársunk Németh Zsolt tárgyalása ma elkezdődött. A Fővárosi Munkaügyi és Közigazgatási Bíróság félórás tárgyalást követően halasztotta november végére az újabb tárgyalást. A MÁV start nyilvánvaló Csérk András elrendelésére rendkívül erőket mozgósított a munkaügyi vezető jogász, plusz még két ügyvéd erősítette a céget. Az külön kérdés, hogy a két ügyvédet kifinanszírozza Csérk András magánpénziből, fedezi a szórakozását, vagy a MÁV start büdzséjét tereli. Ez a kiadás is. Nem igazán értjük, hogy erre mi szükség van, ahelyett, hogy önvizsgálatot tartana a vezérigazgató, és elnézést kérve visszavenni a meghurcolt vezető egyvizsgálótartásunkat, bírósági eljárásra szórakoztatja önmagát, azt remélve, hogy így igazat nyer, szerintem nem fogja megkapni. Mardos Atya tovább a lelkiismeret, azóta sincs állása a tartásunknak, és a munkáltató nem hajlandó belátni, hogy milyen elfogadhatatlanul viselkedik vele szemben. A tárgyaláson a bíróság ismertette a keresetet, érdemi álláspontját a MÁV start rosszhiszemű módon kizárólag a tárgyalást megelőző napon nyújtotta be, ott a bíróság már korábban felhívta a figyelmét, hogy ezt záros határidőn belül tegye meg, nem így cselekedett, abszolút rosszhiszemű magatartás, fogadhatatlan ez a fajta attitűd a munkavállaló és a munkáltató közötti viszonyban. Remélem, hogy a mai nap ütőpélda lesz, és a MÁV start képes lesz változtatni az álláspontján. Nagyon szeretném, hogy ez az ügy békébe záruljon, és ne eszkalálódjon. Természetesen a szakszervezetünk képviseli tartásunkat, ahogy ezt a mai napon is tette, és annak is örülök, hogy nagyszámú hallgatóság volt a részünkről jelen, ezzel is demonstrálva, mennyire együtt érez az ártatlanul meghurcolt vezetői egyvizsgálóval, aki semmi más nem tett, csak megtartotta a munkaviszonyon adhoz a szabályt, amit ezt a munkáltató, nevesen Csérk András egész egyszer megtalolt. Ráadásul nem is ő maga, hanem a munkáltató gyakorló közreműködésével.